A helyi demokrácia audit évek óta része az ECHO-szörvi szociológiai kutatóintézet felméréseinek. Hat dimenziót vizsgálnak ilyenkor, arra kíváncsiak például, mennyire tartják átláthatónak a fehérváriak a városi döntéshozatalt, hogy érzik, mennyire vehetnek ebben részt, vagy hogy mennyire tartják fontosnak a helyi demokráciát. Ezek az adatok nem is annyira önmagukban, inkább a korábbi évek méréseivel összehasonlítva beszédesek, hiszen a folyamatokat így jobban mutatják lehet a, a az ügyetükre. Az ECHO igazgatója szerint a korábbi évekhez képest inkább pozitív folyamatokat tükröznek az idei adatok. Visszalépés két kérdés csoportnál volt, a helyi nyilvánosság kezelése, valamint az általános elégedettség kérdésében. A többi kérdéskörnél javultak az eredmények. A döntésadatai mechanizmus átláthatósága, a beleszólási lehetőség, az a kérdéskör, hogy mennyire ö, vannak, mit gondolnak a lakosok, mennyire tudják, ismerik az önkormányzatnál például a helyi lakosok igényék problémáit, ezek rendkívül jó pontszámokat, kiemelkedő pontszámokat kaptak. Jól emlékszem, az elmúlt 7-8 év adatait tekintve a legmagasabb pontszámot mérhettük ez, ebben a kérdésben. A felmérést szeptember 14-e és 17-e között végezték. A kérdező biztosok 300 fő 18 éven felüli véletlenszerűen kiválasztott székesfehérvári lakossal készítettek telefonos interjút. Egy reprezentatív mint ez a 300 fős mint ami azt jelenti, hogy a mintából kapott eredményeket az egész lakosságra, fehérvári lakosságra is lehet általánosítani, illetve beszélést adni. Az ECHO módszertani igazgatója hozzátette, a felmérések egy úgynevezett generációs törésvonalat mutatnak a városban. A 40 év alatti válaszadó fehérváriak ugyanis elégedettebbek, míg a 60 év feletti korosztály körében megnövekedtek a kritikus hangok.